Üdvözlet mindenkinek a mai videómban az Albert Model MÁV RGS pőrekocsijának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. A most megjelent első kiadásban az ötödik korszakos MÁV verzió mellett CFR, ÖBB, MÁV kargó és Rail kargó Ausztria variáns is kijött a gyártótól. Én ezt az ötödik korszakosat vettem meg, ez illik a legjobban most a gyűjteményembe. A modell egy nagyon kompakt dobozban érkezik, amiből a kibontás után gyakorlatilag azonnal a pályára helyezhető járművet kapunk, nekünk csak a megfelelő kapcsoló szerkezetet kell a foglalatba behelyezni. Gyárlag a dobozban egyébként kengyeles kapcsolójára a kocsihoz. A teherkocsi típus ugyan nem tartozik az izgalmasabb járművek körébe, hiszen egy teljesen sima rakfelületű pőrekocsiról beszélhetünk, azonban a gyártó szerintem így is egy nagyon részletesen kidolgozott modellt készített, nézzük is meg közelebbről a kocsi felületén szépen megjelentése került a fa betét felül. Ennek érdekessége, hogy a fa textúrát felülettel rendelkezik, olyan fa hatást kelt, középen pedig a fém betétet láthatjuk. A kocsi oldalán külön elemként elhelyezésre kerültek a pályaszámtáblák, a vasúttársaság logójának a táblája, valamint a bárcatartó is, emellett a kézifék kereke és külön elem, itt a gyártó külön figyelt arra is, hogy a kocsira a három küllős alkatrész kerüljön, emellett a fék nem váltó is külön egy festett, tamponozott alkatrész. A kocsi oldalán a rakoncák alapból lehajtva vannak, azonban ezeket egyesével kézzel könnyen fel tudjuk állítani, a kis alkatrészek egy tengely mentén forgathatóak a kívánt pozícióba amennyiben olyan rakományt helyezünk a kocsira, ezeknek a felállítására szükség lesz. Albert a kocsi aljánsen spórolt, rendkívül részletesen kidolgozott a szerkezet minden eleme. Jól láthatóak a különböző hossz és kereszttartók, a fékberendezések, féktartályok és az átmenő vezetékek is. A kocsi végek is jól sikerültek, itt gyárilag fel van szerelve a kis sarok fellépő is, és a kapcsoló szerkezet mellett a féktömlők is külön elemként vannak a kocsi végre felszerelve. Gyárilag itt a csonkított alkatrész került a vagonra, de a kiegészítő zacskóban megtalálhatjuk a teljes féktömlőket és a csavarkapos imitációt is, Ezeket, amennyiben vitrinben lesz a kocsi vagy szerelvény végén használjuk, tetszés szerint felszerelhetjük. A forgóváz a már a korábbi Albert kocsiknál is látott Y25 típusú alkatrész, részletesen kidolgozott finom rajzolatú darab. A kocsi festése szépen sikerült, a színe megfelel az eredetinek, jól passzol a többi 5. korszakos teherkocsi közé. Feliratozás terén a gyártóhoz hűen minden piktogram és felirat felkerült a kocsira, ezek minősége és első osztályú, minden éles és pontos, az adott pályaszámú kocsinak megfelelően került felhelyezésre. Az általán vásárolt kocsi a pályán mind egyenesben, mind az ívekben szépen és könnyen gurult, nyikorgásnak, szorulásnak nem láttam, illetve hallottam nyomát. A kocsi rövid kapcsoló kinematikás, az általam próbált többféle típussal biztosan kapcsolt, a kinematika szépen tette a dolgát. Egyenesben összehúzott, ívekben pedig még 420 mm-es ívsugáron is kellőképpen eltartott, mint húzott, mind tolt üzemmódban biztosan üzemeltethető ez a kocsi. A jármű felhasználhatóság terén elég széles körben bevethető, mind vegyes vonatokban, mind különféle irányvonatokban használható az adott korszakban. A modellezett kocsin szállítható például csőszállítmány, betonaljak, talpfák, raklapos faáru, betonelemek, sínanyag, valamint ezek mellett konténerszállításra is alkalmas a jármű. A padlózaton jól láthatóak az ehhez szükséges kis bütykök, azonban amennyiben konténert teszünk rá, azt rögzíteni csak két oldalú ragasztóval tudjuk. A kocsi jelenleg 19.500 forintos áron kapható, ezért cserébe szerintem egy remekül kidolgozott és alapvetően jó összeszerelésű minőségű, jól felhasználható teherkocsit kapunk, amit széles körben be tudunk vetni a terepasztalunkon, akár pedig vitrinbe is jól mutat egy ilyen jármű. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!